Mású Beáta vagyok, a megyei kórház, Szent Bovella kórház drogambulanciáján dolgozom. Immár 2006 óta. Akkor még heti egy napon fogadtuk és kifejezetten drogbetegeket, és 2010 óta dolgozom minden nap. Egy pici személyes élettörténet, hogy hogy kerültem én ide. Egészségügyi szakképzőiskolát végeztem, és nagyszerű tanáraim voltak, orvos szakmai tanárok, és egyértelmű volt, hogy ha orvosegyetemre megyek, akkor belgyógyász leszek. De ott azt tapasztaltam, hogy egy hatágyas kórteremben a betegek fele, tehát 2-3, néha 4 beteg függőséggel kapcsolatban került oda, ami mi volt a hozzáállás? Hát ha furcsán viselkedtek, akkor félelem, meg nem értettség, vagy hát ha nem lenne. Nem inna, nem drogozna, nem lenne itt. Nem lenne szomatikus problémája. És akkor kerestem megoldást, hogy hát az nem lehet, hogy én jó orvos akarok lenni, és akkor a beteganyag felével nem tudok mit csinálni, azért, mert függősége van. És akkor indult 1988-ban a katolikus iszákos mentőmisszió, és akkor ott jelentkeztem Bandi bácsinál, Halász Bandi bácsi, aki akkor elkezdte és vezette. És akkor ott megtapasztaltam azt, hogy de igenis, nem egy reménytelen betegség, igenis van segítség a függőségekből is. És mire elvégeztem az egyetemet, már logikus volt, hogy pszichiáter leszek. És utána már adott volt az, hogy akkor nem csak pszichiátria, hanem addiktológia is. Ugye addiktológia az a függőségekkel foglalkozó tudományág. Külön szakvizsga, ráépített szakvizsga, és mint ilyen elég ritka, az azt jelenti, hogy az országban nem vagyunk 200-an, és funkcionáló, tehát szakvizsgával rendelkező addiktológus 100 alatt van az egész országban. Kicsit más lelkület, nem csak az orvosi egyéb szakmákon belül, hanem még a pszichiátrián belül is. Mert a többi orvosi szakma megvizsgálja, felállít egy diagnózist, jó eséllyel ez viszonylag hamar megtörténik, odaadja a szükséges gyógyszert, vagy ha manuális szakma, akkor műtőasztalra megműtjük, nincs vele gond. Majd legalábbis jó eséllyel meggyógyul a beteg. De az addiktológus ezt nem teheti meg. Megjön a beteg, akkor annyit tudok, hogy megállapítom a diagnózist, megállapítjuk, hogy a függőség lejtőjén, melyik lépcsőnél tart, és azt tudom mondani, hogy igen, ezek a megoldási lehetőségek vannak, ő választ, hogy kész-e felállni, kész-e, elérte azt a mélypontot, hogy elinduljon felfelé, és ehhez segítő kezet tudunk nyújtani. Szakmai segítséget, szükség esetén gyógyszeres segítséget is, természetesen, hogyha olyan szintű probléma van a háttérben, és természetesen pszichoterápiás segítséget. Jelenleg a mentálhigiénés központ fedőnév alatt működik a drogambulancia, de én, mint pszichiáter még 3 rendelést ellátok, pszichiátriai szakrendelés, pszichiátriai gondozót és addiktológiai gondozót is. A szerencsém az, hogy nagyon jó csapat van mögöttem, vannak pszichológusok, van addiktológiai konzultáns, van mentálhigiénés szakember, kórházi lelki gondozó, akinek addikt szakiránya van, és nagyon-nagyon sokat segítenek, nagyon jól együttműködő stáb. Azt hiszem, hogy enélkül nem lehet hatékony munkát végezni. Hozzá tartozik, hogy ezen a 4 rendelésen havonta 430-450 beteget látok el, ami azt gondolom, hogy nonsense. Csak elterelőből, tehát nem önként jelentkező drogos. Leszokni vágyó, gyógyulni vágyó drogos, drogfogyasztó, különböző függőségi szinten levő, hanem a rendőrség vagy az ügyészség által határozottan hozzánk delegáltakból 180 van folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy fél évig, jó esetben fél év alatt végeznek, ugye ezt írja le a törvény, 12 alkalommal kell megjelenni a fél év alatt, és úgyhogy a csapat cserélődik, de ez a 180-as számot nem nagyon sikerült az utóbbi időben alátenni. Attól is, hogy a rendőrség mennyire dolgozik intenzíven, hogy éppen milyen hálózatot göngyölítenek fel, és juttatnak hozzánk, de ebből is ki lehet számolni, ez nagyon sok, és a kollégák megterhelése is nagyon sok. Visszatérve arra, hogy mi a függőség. A függőség bizony betegség, nem jellemgyengeség.
szociális probléma, rendszer probléma. A definíció szerint olyan rögzült viselkedés, amelyhez káros mi volta ellenére ragaszkodunk. Amikor már tudja, hogy nem jó, lehet, hogy csak azért nem jó, mert ekkora lett a mája, lehet, hogy azért nem jó, mert haragszik rá a házastárs, vagy az anyja, vagy a munkahelyi, vagy iskolai problémái származnak belőle, de ennek ellenére nem tudja letenni, mert hogy kialakul egy automatizmus, hogy jön a japsóvárgás akarata ellenére. Ugye kóros szerhasználat jelenleg Magyarországon drogból minden, mivel nincs legális drog, tehát minden illegális, tehát nem szabályos. Amíg az alkoholbetegnél meg tudjuk mondani azt, hogy szociális ivó az, aki alkalmanként, társaságban kis mennyiséget iszik. Aki nem alkalmi, vagy nem társaság, hanem otthon kis konty alá minden nap, az már kóros ivó. Függőség akkor van, amikor ennek már vannak a szociális határai, amikor már eldönti, hogy le akarnék szokni. Többször megpróbálja, de valamiért nem sikerül. És nagyon fontos határ az, hogy eljut oda, hogy hopp, egyedül nem megy. De sokszor nagyon későn jutnak erre a szintre. Mit tehetünk mi azon kívül, hogy megpróbálunk együttműködni? Én nagyon örülök annak, hogy van KEF. Nagyon örülök annak, hogy van együttműködés különböző szociális területekkel. Hát leginkább a családsegítővel, gyerekjóléttel, gyámhivatallal, különböző szociális intézményekkel. Nem csak úgy, hogy küldik a beteget, hanem szerencsére veszik a visszajelzéseket. Magam részéről a Vöröskereszt közösségi ellátásával is, ahol van egy szenvedélybeteg ellátó részleg, akik meg tudják csinálni azt, amit régen a pszichiátri gondozó mellé rendelt szakaszisztent megcsinált, hogy kiment a beteghez, házhoz. Hát most örüljünk, hogyha az adminisztrációs teendőket a egyébként jól képzett pszichiátri szakaszisztens el tudja látni. Nagyon fontosnak érzem, hogy a segítő rendszer ne kerüljön bele a különböző függők játszmáiba. Ha valakinek nem ismerős a fogalom, Erik Berne, emberi játszmák, függő játszmák, PDF-en is fönt van, érdemes elolvasni azt a 3-4 oldalt, ami erről szól. Bocsánat, itt van a rendőrség képviselő, muszáj visszajeleznem, jöttek így fiatalok, nem a mi városunkból, nem a mi megyénkből, hogy aztán legyen őszinte a doktornővel, mert mi lehallgatjuk és mindent tudni fogunk. Micsoda? Mikor egy valaki jött, mondtam, lehet, hogy egy kicsit paranoid, de mikor már hárman jöttek ezzel, akkor azt mondtam, hogy ezek most vagy összebeszéltek, vagy egymástól függetlenül jöttek, hogy tényleg ezt mondja neki a rendőr. Hát nem mondjon ilyet, könyörgöm, se a rendőr, se a szociális munkás, hogy én jelenteni fogok. Nem fogok, orvosi titoktartás köt. Ha valakivel olyan bűncselekmény, akkor hivatalosan, jogszabály alapján, jogi osztályon keresztül, hivatalos megkeresésre válaszolunk. De ennek megvannak a maga szabályai. Én nagyon remélem, hogy nem hallgatnak le, de hogy ez olyan bizalomromboló. Hát a boha életben nem fog nekem semmit elmondani. Nem fogja elmondani, hogy veri otthon az anyja, apja, hogy milyen rossz helyzetben van, hogy nem véletlenül nyúlt a drogokhoz. Mert lássuk be, hogy a fiatalok nagy része nem csak divatból, meg mindenki megpróbálja, meg ez milyen jó buli, meg nem akar kimaradni a rendszerből, próbálja ki, hanem azért valami nagyon súlyos trauma van benne. Akit a téma érdekel, dr. Máté Gábor, a Trauma bölcsessége című film fönt van, érdemes megnézni. Amerikában, New Yorkban az intravénás heroin használó hölgyek között 95%-ban van gyerekkori szexuális abuzus az ő pszichopatológiás fejlődése mögött. Magyarországon a helyzet nem sokkal jobb. Akik a gyerekvédelemből jöttek, azok tudják, hogy jelenleg Magyarországon is minden negyedik gyermeket ér, kisebb-nagyobb fizikai bántalmazás, vagy esetleg szexuális abúzus, legtöbbször családon belül, legtöbbször ismerős által. És ez a jelentett ügy, és egy csomó ügy van, amikor nem jelentik. Sajnos én magam is látok így konziliumban, gyerekosztályon fiatalt, hogy felmérik, hogy sokkal nagyobb pszichés teher, ha most jelentik, és újról el kell mondani, és tanulvallomást kell tenni. Igen, ez egy teljesen más dolog. A lényeg az, hogy a drogfüggőség kialakulhat nagyon jól szervezett, nagyon jó családban is. Láttunk ilyet is.
de az esetek nagy részében a fiatalkorban kezdődő droghasználat miatt nagyon súlyos családi patológia, családi rendszerhiba van. És akkor a szülő rádöbben, hogy a gyerek drogot használ, és akkor most rögtön és azonnal akar segítséget. Ugye a függőség és a függőség dimenziójának nagyon fontos része a kielégülés késleltetésének képtelensége. Peck szerint a kielégüléshez vezető, a boldogsághoz vezető út az, hogy tudom a kielégülésemet késlelteti. A drogbeteg a fiatal mit talál ki, sőt, már egész gyerekkorban. A gyerek sír, mit csinálnak a szülők, nem tudom, vannak-e itt védőnök vagy pedagógusok, elé teszi a mobilt. Vagy valami leülteti a kép elé, ami egy iszonyat vizuális inger, és az agynak ugyanolyan trigger, mintha drogot használna, legalábbis ilyen fiatal korban. És akkor nézzük meg, hogy mitől lesz valaki 10 éves korára online játékfüggő. De visszatérve megint az eredeti témára, a kielégülés késleltetése, tehát fáradt vagyok, egy kis amfetamin, feldobom magam, szomorú vagyok, beveszek valamilyen dilibogyót, szorongásoldót. A gyárakban a Xanaxot, Frontint úgy osztogatják egymás között a dolgozók, főleg hölgyek, de a fiúk is, mint a TikTokot a reklámban. Mint hogyha az olyan természetes lenne. És akkor a gyerek mit lát, hogy apa ideges, feles, anya ideges, Xanax. És akkor jön a kamaszkor, haver, nem vagy jól, spangli. Kóstold meg, rögtön jobban leszel. És a többség megkóstolja, és vagy tapasztal valami jót, vagy többször nem, de azért még megpróbálja egyszer-kétszer, hát ha mégis bejön a tuti, hogy az ő belső diszkomfort érzetét most rögtön azonnal oldjuk. Lemegy a gyerek edzeni, első héten talán nem, de a második héten megkínálják egy kis szteroiddal, hogy üljön legyen, rögtön, és akkor, mert hogy nem teszi bele azt, hogy ebbe bele kell rakni a munkát. Le kell járni heti 3-szor, 1 órára, 1,5 órára nyomni ennyi kilót, annyi kilót. Nem. Rögtön, azonnal eredményt, hatást vehessen. Lehet, ez a felgyorsult világunk eredménye, de a drogfogyasztása is. És azért is, hogy akkor, a gyerek drogozik, most rögtön, azonnal orvoshoz. Elmondtam az elején a leterheltségi szintünket. Ez azt jelenti, hogy nekem már augusztusra tele a naptáram. Új betegnek időpontot júliusra tudok adni. Akkor is, ha fiatalkorú, akkor is, ha drogos. Mert ez nem sürgősségi ellátás. Sürgősségi ellátás, hogyha valaki intoxikált, tehát mérgezett bármilyen anyaggal, akkor az azonnal sürgire. Logikus, nem otthon takaszoljuk, vagy ha gyerek, akkor a gyerekre, vagy a gyerek intenzívre, attól függ, hogy a helyi micsoda. Sürgősségi ellátás, hogyha valaki halucinál, ön vagy közveszélyes, pszichiátriai sürgősségi ellátás. De ezen kívül az, hogy valaki addikt, az nem. Szívem szerint holnap fogadnám, mert most motivált, most akar változtatni, jöjjön, mondjuk el a lehetőségeket. Nem tudom megtenni, mert a várólistán nem tudom, egyéb súlyos állapotú betegek, demens betegek vannak, várnak kivizsgálásra, elhelyezésre, akár mi. Ezért lenne fontos a rendszer összes többi szereplőjének az együttműködése, hogy ilyenkor mindenki tudja, hogy van NA gyűlés, Narcotics Anonymous, az anonim alkoholisták mintájára. Jó, Budapesten van, Fehérváron, Győrben, tehát egyik sem a megyénkben, de lehet hozzájuk fordulni. Vannak online gyűlések, vannak ambuláns helyek, amik már drog előgondozó helyeknek számítanak, például a Válaszút Misszió Budapesten, ami az összes magyarországi drogrehabra csinál előgondozást. Tehát pszichiáterhez bekerülés előtt is lehet a rendszerben tartani a motivációját, erősíteni a fiatalnak a változás felé. Fontos lenne az, hogy ha nem tudom, hogy vannak-e most itt védőnök, meg pedagógusok, gondolom. Nagyon-nagyon sok a bántalmazott gyerek, nagyon sok az iskolai bántalmazás, nagyon sok az online bántalmazás, ugye bullyingnak hívjuk az iskolai bántalmazásokat. Minden hónapban látok olyan fiatalt, aki megpróbálta megöngyilkolni magát azért, mert már nem bírta az iskolai zaklatást. És hát ezek általában pici, törékeny, tényleg nem is értem, hogy miért ő esik a falkából ki, vagy lesz valakiknek a támadási célpontja. A védőnök miatt mondom, hogy ez a generáció, aki felnő,
ők fognak gyereket vállalni, ők fognak gyereket nevelni. Hogyha egy anyát a várandossága, a gyermeke nem motivál arra, hogy leálljon a szerhasználattal, ott nagyon-nagyon-nagyon rosszak az esélyeink, rossz a motiváció, amivel meg tudjuk őt szólítani. Fontos odafigyelni, mert azt mondják, hogy ó, hát ő nem drogozik, ő csak elszívni egy-két spanglit. Ami persze bio és zöld, és az istenek növénye, amit nekünk küldtek a föld megmentésére, mert ugye ezeket hallom tőlük. Ja, csak teratogén. Tehát fél éven belüli várandóság vállalása az utolsó spanglitól is növeli a genetikai károsodásokat. Fontos erre rákérdezni. Nem tudom, hogy védelőkérve nem fogja elmondani, vagy lehet, hogy el fogja mondani, de akkor SOS, tudunk segíteni. Kismamákat előre veszük. Elterelésen is kismamákkal és fiatalkorokkal külön egyéribe foglalkozunk. Együttműködés az összes rehabilitációval, akikről tudomásom van, együttműködésem van, mert szükséges a rehabilitáció ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon. Ambuláns ellátás nagyon nehezen működik fiatalkorban, amikor nem tudom kiemelni a családi rendszerből, hanem ugyanaz a kóros családi rendszer vagy iskolai rendszer, ugyanazok a haverokhoz megy vissza minden délután, nem fog működni. Akkor fog működni, ha ő 3-6-9 hónapra kiemelődik ebből. A rehabilitációk, különböző rehabilitációs intézetek hatékonyságának is van összehasonlító tudományos kutatása. 3 hónap alatt nincs összehasonlítás. Azért, mert nincs hatékonyság. És akkor meg lehet nézni, a 3 hónapost, a 6 hónapost, a 9 hónapost, melyik működik jobban. Tehát muszáj néha erre a szintre is elépni, ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Örülök neki, hogy van támogatott lakhatás például, ami, vagy félutasház, ami gyógyulásban levőket még tovább gondozza a rehab után.